átadta a szezon legjobbjainak járó elismeréseket a Zala megyei Asztali Szövetség. A Kanizsa Sörgyár ese több sportróját is elismerték, valamint a Nagy Kanizsai Egyesület Extraligában szereplő női gárdája nyerte el az év csapata címet. A legfiatalabbaktól kezdve egészen a felnőttekig minden korosztály díjaztak a Vasemberház tükörtermében tartott ünnepségen. a filmre, a Megyei Szövetség elnöke úgy véli, hogy a COVID időszakot követően eredményezt szezonzárt a Sportág Zalában, és minden esély megvan arra, hogy ezeket az eredményeket megismételjék a játékosok a 2022-23-as kiírásban. Nagyon sok ö, sikert értünk el, annak ellenére, hogy elég nehéz év volt, hiszen a COVID. Nem Miatt nem volt teljes az év, de úgy gondolom, hogy a rendezvényeink, meg a versenyünk nagy részét meg tudtuk ö, ö, tenni, és hát nagyon sok szép eredményt értek el az alamegyéjek, úgyhogy nagyon pozitívra értékelem. Orbán Flóra nagyszerű éven van túl, így két korosztályban is elismerést kapott. A kanizsai sörgyár tehetsége az elmúlt évben az NB1-ben és az extra ligában is asztalhoz állt. A 16 éves játékos célja a következő szezonra, hogy korosztályos szinten hasonló eredményeket érjen el, valamint a legerősebbnek számító felnőtt bajnokságban is egyre inkább letegye a névjegyét. Az elmúlt évben volt a legjobb talán, mert NBA-be másodikak lettünk, és játszottam párszor extra ligát is, ott még annyira nem voltam eredményes, de jövőre ott fogok játszani, és nagyon remélem, hogy többet fogok nyerni. Az év férfi és női játékosai a kanizsai egyesületet erősíti vég Zsuzsanna és Bihar Tamás személyében, akárcsak az év para asztali teniszezőjének megválasztott Olimpikon, Zborai Gyula.